Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy miben segít a glutamin, és hogy hogyan alkalmazzuk hatékonyan. Szeretettel köszöntök mindenkit! A glutamin az egyik legnagyobb mennyiségben előforduló aminosav az emberi szervezetben, főként az izom és a csontszövetekben van belőle sok. A mesterséges készítményekben L-glutamin formában van jelen, ez a vegyület az emberi szervezetben található glutaminnak azonos hatással rendelkező másolata. A szervezetünkben a glutamin fő nitrogén transzporterként funkcionál, azaz kritikus fontosságú az egészséges nitrogén egyensúly fenntartásához. A nitrogén nagyobb mennyiségben a regenerálódáshoz kell, például fizikai traumák után, vagy a stressz okozta traumákból, vagy az olyan testi traumákból, amelyek keményebb edzések alatt érik a szervezetünket. Tehát ha hosszú távon fokozott fizikai vagy mentális stressznek vagyunk kitéve, megnő a glutamin igény a szervezetünkben. Mindezekből következik, hogy a glutamin először is nagyon jó izomépítéshez, ha izmot akarunk növelni, az edzések utáni regenerálódáshoz, vagy ha nagy mennyiségű stressz ér minket nap mint nap. Van azonban egy másik terület, amire szintén nagyon jól használható, és ez sokkal több embert is érint, az áteresztő bélszindróma. Az áteresztő bélszindróma gyakorlatilag az elsődleges oka az autoimmun betegségeknek. Ez egy olyan probléma, amikor a bélfalnál lévő apró lyukacskák, amelyek áteresztik a tápanyagokat a testünk többi részébe, kitágulnak, sokkal nagyobbak lesznek, mint amekkorák kellene legyenek, így olyan anyagok is kijutnak a bélből, amelyeknek nem kellene, kórokozók és nem kívánatos fehérjék. Az L-glutamin talán a legfontosabb vegyület, amit pótolnunk kell emésztőrendszeri problémáknál, illetve autoimmun betegségek esetén. Mindennapi ételeink közül nagy mennyiséget a glutaminból a húsleveslében vagy csontleveslében találunk, tehát ha nem akarunk szintetikus glutaminport fogyasztani, a húslevesli napi fogyasztása a megoldás. Ha L-glutaminport alkalmazunk, alkalmanként 2-5 g közötti mennyiséget vigyünk be, naponta 2-3 alkalommal. Ha húsleveslével akarjuk pótolni a glutamint, naponta 3-4 nagyobb pohár húsleveslét ígyunk meg. Jelen van ezen kívül a glutamin a kollagénben is, tehát kollagénporral is nagyon jól pótolhatjuk, illetve a kollagén esetén egyéb más fontos hatóanyagokat is be tudunk vinni, amelyek mind az emésztőrendszer, mind az ízületek, az izmok és a csontok számára hasznosak. Az L-glutamin port, illetve a kollagén port is vízben vagy valamilyen más italban célszerű elkeverni és meginni. A napjainkban kapható legtöbb készítményben L-alanil L-glutamin található, azaz az L-glutamin kapcsolva van egy másik aminosavhoz, ami hatékonyabbá teszi a felszívódását, így nem feltétlenül kell étkezéshez kötni a fogyasztását. A normál ételek azonban javítani tudnak a hasznosulásán, így ha maximális eredményt akarunk elérni, célszerű étkezések előtt vagy után meginni. Ha edzünk és izomépítés a célunk, edzések után fogyasszuk. Érdemes L-glutamint pótolni idősebb korban is, nem csak akkor, ha emésztőrendszeri gondjaink vannak, de ugye idősebb korban az izomvesztés is már jelen van, tehát az izmaink megtartása céljából. Az L-glutamin jó hatással van a gyomorfekére is, gyorsítja a gyomorban lévő seb regenerálódását, tehát L-glutaminport, kollagénport vagy húslevet inni gyomorfekély esetén egy jó ötlet. Gyulladásos bélbetegségeknél, mint Crohn-betegség vagy kolitis, illetve divertikulitisnél és irritábilis bélszindrómánál is segíthet a glutamin. A glutamin szerepet játszik a neurotranszmitterek működésében, így ajánlható a pótlásra a szorongás, depresszió, alkoholfüggőség, epilepszia, bipoláris zavarok és az agy leépülési folyamataival szemben is. A glutaminnak fontos szerepe van a limfociták működésénél, ugye a limfociták az immunrendszerünk egyik főszereplői, hatással van a limfociták egészséges termelődésére, amikor szüksége van rájuk, például vírusos megbetegedéseknél. Ha gyakoriak nálad a vírusok, vírusos megbetegedések, érdemes glutaminpótlásban is gondolkodni. Fontos azt is megjegyezni, hogy a daganatos sejtek képesek glutaminnal táplálkozni, tehát daganatos betegségek megléte esetén nem célszerű a bevitele. A
A testünk az L-glutamin beépítéséhez a B-vitaminokból használ sokat, főként sok B12 kell hozzá, így ha hosszú távon pótolunk L-glutamin port, fontos a B-vitaminok pótlására is odafigyelni. A növényi ételek közül jelentősebb mennyiségű L-glutamin található a spirulina algában, a bordáskelben és a spárgában. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a glutaminról, nyomj egyet a videó alatti tetszőgombra, mert a YouTube másoknak is felajánlja ezt a videót így megtekintésre. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!